csajom, azt hiszem, még soha nem volt, megszámoltuk, több mint 5-en vannak. És akkor az első előadást Farkas Dani fogja mondani. Szerusztok, Farkas Dani vagyok, és csináltunk egy applikációt, ami függővé akarta nézőket nyelvtanulás szempontjából. Elmondom, ez miért fontos, hogy függők legyetek. Azért fontos, mert nagyon sokan azért ne vágnak bele egy nyelvtanulásába, mert túl nagyot kell ugrani. Tehát nehéz, egy hatalmas fal az egy nyelvnek az elsajátítása. Mindenkinek biztos van ismerőse, vagy éppen saját maga, aki halogatja sok-sok ideje a nyelvtanulást. Na most mi erre adunk egy megoldást? Kétféle trükköt használunk. Az egyik az, hogy nagyon-nagyon alacsonyra helyezzük a belépési küszöböt, tehát valami egyszerű legyen elkezdeni. A másik pedig konkrétan bedrogozzuk a kedves játékost. Ezt szó szerint elérteni, nem külső fizikai drogokat használunk, hanem az agyban termelődő három drogot, az adrenalin, az endorfint és a dopamint. Így van. Így néz ki az applikáció. A veleje tulajdonképpen a limit, tehát az adrenalin termelést úgy érjük el, hogy van egy 5 perces mesterséges határa ennek a játéknak, tehát naponta csak 5 percet tudsz játszani, nem többet. Ez az idő nyomás, ez ráthelyez egy ilyen jófajta stresszt, és iszonyatosan fókuszált leszel, és nagyon gyorsan fogod csinálni a dolgokat. Természetesen ehhez egy nagyon sajátos user interfész kellett, ami nagyon-nagyon gyorsá teszi a navigálást az abban. Az endorfin termelést azt a gyönyörű illusztrációk és a képernyő simogatása hozza, ugye ez a swipe-olós mechanika ezt szolgálja. A harmadikat az pedig ugye ez egy gamified alkalmazás, az pedig ezek a jutalomképernyők, a kis hangok, a kis effektusok ezt generálják, és az a három összeadódik, és egy jó kis flow élményt hoz 5 perc alatt. És a trükk az volt, hogy 5 percig iszonyatosan felpörgessük egy user, és utána elváljuk teljesen a fonalat. Ennek az oka, hogy azt akartuk, hogy tényleg függővé váljon, és másnap visszajöjjön. Tehát amikor már nagyon jól kezd lenni a történet, akkor így elveszik tőle a kis cukrot, és holnap, másnap vissza kell jönnie. A másik eszköz, amit használtunk, az a nagyon-nagyon alacsony belépési küszöb. Tehát egyrészt a navigáció az iszonyatosan leegyszerűsödött. Nem tudom, ha használtok ilyen nyelvtanulós applikációt, mindegyikben használni kell a billentyűzetet, és az iszonyatosan körülményes, tehát így pötyögni. Például a Duolingo, nagyon szeretjük mi is, de ott ugye be kell pötyögni a betűket, hogy tovább tudja menni, illetve abszolút szöveges alapú. Ehhez képest mi számozni akartuk a billentyűzetet, tehát egy abszolút swipe alapú, ráadásul olyan swipe alapú, hogy csak a hüvelyek ujjadat kelljen mozgatni, lehetőleg középről kiindulva. Egy ilyen interfészt alkottunk hozzá, és a billentyűzetet teljes egészével kipatintottuk az egész játékból, és a szöveget felváltottuk képekkel. Tehát csak rá kell nézni a képernyőre, és már is tudod. Tehát nem kell a szövegfeldolgozásra dolgoznod, képeket látsz, és azonnal iszonyatosan pörgős ez az 5 perc. Pikpak lemegy ez a történet. Még egy limit, amit bevezettünk, pont a könnyedség miatt, az, hogy nem tanítunk nyelvtant, csak szavakra koncentrálunk, és csak a praktikus szavakra. Tehát azokra a szavakra, amik elutazol az adott célországban, aminek a nyelvét meg akarod tanulni, akkor azokat a szavakat tényleg használni fogod. Tehát nem ilyen trópusi állatfajok nevét akarjuk elsősorban megtanítani, hanem tényleg a praktikus dolgokat, hogy kaja, innivaló, reptér, szállás, stb. Szóval ez a kettő tulajdonképpen beváltjuk cukormászba a kis pirulát, és lehetünk a talkodon. Úgy néz ki, hogy nagyon jól működik. Egy páran hőbörögtek, hogy kevés az 5 perc, de másnap visszajöttek és használták a játékot. Tényleg nagyon addiktívra sikerült ez a történet. Emellett elrejtettünk néhány ilyen didaktikai okosságot is az egészben. Például képeket, tehát az összes szó, ami benne van, amit tanítunk, az le van rajzolva.
az igők még animálódnak is, tehát így mozognak is. Ez azért fontos, mert nem az anyanyelvethez fogod kötni az új kifejezést, hanem a képhez. Tehát nem lesz egy ilyen indirekt kapcsolás, hanem egyből a képnek a jelentését fogod összekapcsolni az új hangalakkal. A következő ilyen kis didaktikai okosság, amit úgy hívnak, hogy előhatás effektus. Van egy ilyen, majd levetitek egy 20 másodperces kis intro videót, hogy hogy néz ki ez a történet. Az elején van egy, nem mutatjuk meg a megoldást, megmutatjuk az új idegen kifejezést, de nem mutatjuk meg, hogy mit jelent. Tehát kicsit dolgoztatjuk az agyadat, előfeszítjük így a memóriádat, és ennek az lesz a hatása, hogy teljesen rápörölsz egyet, hogy úristen, mi lehet, és amikor végre megtalálod a megoldást, ez egyébként egy ilyen kis homályos felületet kell lesikálni, mint egy kaparós sorsjegy, és akkor előjön maga a jelentés. Igen, szóval ennyi, megmutatom, hogy is néz ki ez a történet. Én nagyon vicces muzsika van alatta, úgyhogy most így... Igen, tehát képek vannak, húzogatod az ujjaddal, jobbra-balra, felle. Igaz, hamis, így teppelsz, nem swipe-olsz. Ez az egyetlen rész egyébként, ahol csak teppelsz és nem swipe-olsz. Így szépen így össze kell kötni a megfelelő szavakat, és tulajdonképpen ilyen egyszerű a történet. Köszönöm szépen! Kérdés? Hogyan méritek a sikert? Hogyan számszerűsítitek, hogy tényleg függenek a tőle, illetve tényleg megtanulják ezeket a szavakat? Retention, aminek nem tudom, mi a magyar megfelelője, de tulajdonképpen annyi, hogy ugye ezt analitikával tudjuk mérni, hogy első, tehát föltelepíti az alkalmazást, utána hányszor jön vissza, melyik napokon jön vissza, és milyen sokáig jön vissza. És ez elég dozáns számokat mutat. Milyen hasonlítják? Tessék? Milyen hasonlítják? Hát kapásból a oktatási applikációk nagyon gyér, tehát az emberek nem nagyon szeretnek tanulni, illetve imádnak tanulni, de amikor ilyen kifejezetten oktatási alkalmazásról van szó, azoknak borzasztó versenye szokott lenni, azt mi bőven meghaladjuk a iparági standardot. Hány szó, és mennyibe kerül? Oké, ingyenes, tehát az 5 perc az ingyenes, természetesen ha nagyon kapsi vagy, akkor, vagy kapsi, ez egy jó kifejezés, akkor vehetsz top-upot, tehát plusz perceket tudsz venni, ez az üzleti modál, de egyébként tök ingyenes. Most per pillanat, ha jól számolom, 5 nyelved, ezt most összeszámolom, tehát tanít angolt, franciát, olaszt, németet és spanyolt. Tehát 5 nyelvet, ezt ki fogjuk bővíteni még magyarra, dánra, svédre, oroszra a következő egy hónapban, és ha jól emlékszem, akkor 340 szavat tanít az első körbe, de ezt is ki akarjuk bővíteni legalább 2000 szóra. Ez ugye ez a 2000, ez ilyen nagyon szép kis limit, ez az alapszókincs készletét le fogja fedni. Volt még egy harmadik kérdés volt ehhez kapcsolatban? Nem, ez mind a három. Oké, szuper. Mögötte volt még kettő. Milyen klasszik? Oké, egyelőre sajnos csak iOS-ra van per pill, de dolgozunk a Apple Watch verzión, ha ez valakit érdekel. De nagyon szeretnék Androidra és Windows 4-ra és Blackberry-re is majd terjeszkedni. Még egy? Igen? Igen. Na most ez a vizuális megjelenítés szerintünk, ez egy hipotézis részünkről nagyon alkalmas lehet az idegen karakterek megtanítására. Tehát a Cyrill betűk, az arab karakterek, a kanjik, akármilyen másik szanszkrit karaktereknek a megtanulására. Ezzel kísérletezgetünk. Egyelőre úgy néz ki, hogy egy kicsit komplexebb, mint gondoltuk, de okos gyerekek vagyunk, úgyhogy szerintem valahogy össze fogjuk hozni. De nagyon-nagyon ígéretes terület egyébként a továbbfejlesztésre. Utolsó kérdés, ott hátul. Igen, a kiejtés mondja. Tehát most ennek a demónak nem volt hangja, de
ha nem te tanulsz, hanem valaki hallgatja, hogy te tanulsz, annak egy kicsit irritális lehet, mert minden egyes alkalommal van egy ilyen mantra. Tehát minden egyes képernyőn, amikor bejön az új szó, amit megtanulsz, azt újra elismétli neked az applikáció. Illetve az elején van egy olyan okosság, egyébként ezzel a képernyővel kezdődik a tanulás. Amikor megmutatjuk az idegen szót, ott van egy ilyen homályos kép, tehát ez már a letörölt változat, egy ilyen homály alatt van a megoldás, tulajdonképpen a jelentés. És ha letörölted, akkor visszamondhatod egy ilyen diktafonnal a kiejtést, és össze is hasonlítja az autentikussal. Tehát amikor felveszed a saját hangodat, akkor lejátsz az autentikus kiejtést a sajátod mellett. Tehát van egy ilyen nagyon jó összehasonlítási alapot, hogy pontosan hogy kell kiejteni. Köszönöm szépen! Külön szeretném megköszönni Dainak, hogy tegnap este 8-kor vállaltál az előadást, ezért hívtam meg egy sörre, és ezért nem kellett nekem előadni.